Sziasztok! Ez itt a Hitchcock Challenge. Együtt megnézzük a mester összes filmjét. A mai soros pedig az utolsó előtti néma filmje, a Pezsgő című opusz. Pukkan a pezsgő! Megy a tánc, egy hajón vagyunk, és megindul a nép, mert repülővel megérkezett a lány, aki egy celeb, a hajón még ott van a vőlegény és a titokzatos férfi. A milliomos papa tombol, amikor megtudja, hogy a pénzén mit csinált a lánya, közben a titokzatos férfi kavar, a csaj meg visszaadja a gyűrűt a fiúnak. Megérkezünk Párizsba. Nagyban megy a parti, befut a papa, kiderül, hogy elúszott a cég. És innentől szegények. A lány munkát keres, és egy mulatóban lesz virágárus. Na és ki van ott? Hát a titokzatos férfi. Isznak egy kis pezsgőt, és a csávó letámadja a csajt. Jó, de nem mert, csak képzelte az egészet. Befut a volt vőlegény, a lánynak teljesen elmennek otthonról. Befut a papa, nem is úszott el a cég, csak meg akarta leckésztetni a lányát, hogy tanulja már megértékelni a pénzt. A csaj elmenekül a titokzatos férfihez, hogy meglépjenek Amerikába. Amikor befut a vőlegény, mégis szeretik egymást, és akkor befut a titokzatos férfi és a papa. Mi van? Kis veszekedés, de aztán isznak egy kis pezsgőt. Na hát ez a sztori, ez egy teljes katyvasz. Nem is csoda, mert úgy kezdték előkészíteni a filmet, hogy csak a címe volt meg, pár ötlet. Eredetileg azt tervezték Hitchcockék, hogy arról fog szólni, hogy van egy vidéki lány, aki egy pezsgőgyárba dolgozik, de egyszer csak követi a pezsgő útját a nagyvárosba, ott teljesen lezüllik, végül hazamegy és rájön, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Na most abban a pillanatban, hogy meglett a főszereplő, a producerek teljesen új sztorit kértek, csak az volt a baj, hogy közben már elkezdődött a forgatás. Úgyhogy Hitchcock és a forgatókönyvíró minden reggel Fecnikre írta le stúdióban menet, hogy éppen aznap a jelenetek miről fognak szólni. Az eredeti tervből a nyitó és a zárókép az nagyjából megmaradt, meg az, hogy néha koktélosznak, pezsgőznek, de semmi más. Úgyhogy nem csodálkozom rajta, hogy ez így egy picit stresszes volt, és Hitchcock ezt a filmet tartja a legrosszabbnak. Viszont legalább trollkodhatott egy picit. Például van benne olyan szöveg, ami nem jelent semmit. Vagy frocizza a felső osztályt, megmutatja, hogy a bagettet, amit óvatosan letesznek az asztalukra előtte, hogyan kezelték a konyhában. Vagy itt van ez a jelenet, ahol mindegyik pincér annyira fontos feladatot lát el. A legtöbb helyen össze-vissza írnak a filmről, még maga Truffaut is, a Hitchcock szakértők doájenje, ő is rosszul írja, ugyanis a filmből nem derül ki, hogy a papának pezsgőgyára van. Innen látszik, hogy ki nézte meg a filmet, és ki, aki csak a sajtókönyvet olvasta. Van ez az álomjelenet, ahol a lányt letámadja a fickó, de aztán szerencsére csak képzelte az egészet. Nagyon jól van megvalósítva, és azt azóta nagyon sok filmben használják ezt a technikát. Nem tudom, hogy mi a neve, úgyhogy aki megírja a kommentben, az kap egy csokit. És egy másik csokit felajánlok annak, aki megmondja, hogy itt vajon mit ír a papírra a titkárnő. Egész idáig vártam, és a hetedik filmben végre itt az első ansnit. Leegyszerűsítve, az ansnit az az, amikor valakinek a vállán keresztül mutatjuk a másik embernek az arcát. De ez csak egy dolog, ezentúl egy komplett nagyságrendet fejlődött Hitchcocknak a kamera kezelése. A korábbi néma filmekre jellemző, hogy az egész olyan, mintha egy színházi előadás lenne fölvéve. Van egy nagy totál, látjuk az egész képet, és akkor mi figyelünk, hogy éppen melyik szereplő mit csinál. Így gyakorlatilag nincs is ilyen snit, a kamera mindig ott van a legjobb pozícióban, ahonnan a legjobban látni az éppen fontos történést. Nem kell, hogy mindig mindenkit szemből lássunk. Itt van ez a snit, a kamera 180 fokban teljesen körbefordul. Vagy itt ez a döntött kamera, ahogy a tengeri betegséget jobban érzékeljük, ez valószínűleg Chaplintől este el a mester. Ehhez a képhez pedig a pohárba szereltetett egy speciális lencsét, és mindenki azt mondta neki, hogy teljesen fölösleges és nem fog működni, még az operatőre is ezt mondta, és tessék. Ez pedig a filmtörténelem első freeze frame-je, azaz kimerevített képkockája. Ahogy néztem a filmet, arra gondoltam, hogy a mesterfogások ellenére azért van egy általános lendriánság, ami jellemzi az egészet, tele van életlen snittekkel, pontatlan vágásokkal, valami nem stimmelt vele. És aztán kiderült, hogy ez nem is az igazi film. Ebben az időben, az 1920-as években bevett gyakorlat volt, hogy a második legjobb felvételekből újra összevágták az egész filmet, és ezt szánták exportra. Most ebben az esetben csak ez maradt fönt. Tehát az eredeti filmet az senki nem ismeri. Nincs meg. Hitchcock életében közben fontos változás állt be. Június végén fejezték be a filmet, és július 7-én megszületett a lánya. A mester ezzel a filmmel azért megmutatta, hogy még emlékszik a gyökereire, mutat fürdőszobát és vetkőző lányt. Végezetül pedig nézzük meg a kedvenc snittemet, hogy néz neki, hogyha anim gif lenne.